A Dombóvári Életve Nagy Családos Egyesület 4 éves fennállása óta számos programot szervez a gyermekeknek és szüleiknek egyaránt. Október 30-án halloweeni dekorációkat, ablakdíszeket készítettek, számolt be Németh Zsuzsanna, az egyesület elnöke. Magyar szokást szerettünk volna feleleveníteni, a tökfaragást, de mivel nem minden gyerek, én sem szeretek tököt faragni, pedig nagyon viccesek és egyben ijesztőek is. Így egy kézműves foglalkozásán nőtte ki magát a mai napunk. Szerettük volna, ha a gyerekek a hagyományokat is újra megismerik, tehát nem csak egy amerikai hagyomány marad, hanem igenis ennek van magyar jelentése is, illetve hogyha hasznosan töltik el a szünetből legalább egy napot. És kicsit úgy ráhangolódnak az őszre, igaz, elkezdődött az iskola, meg az óvoda, de most szünet van, és mindenki otthon, és a szabadidejüket tudják tölteni, és ehhez segítségünkre volt az értes kávézó, illetve a Földi István könyvtár is. Németh Zsuzsanna beszámolt a kézműves foglalkozásokról, kiemelve a résztvevők lelkesedését és a programok változatosságát. Elmondta, hogy az esemény különösen népszerű volt a gyerekek körében, akik örömmel merültek el a kreatív tevékenységekben. Elővettük az ijeszgetős részt is, készülnek itt pókhálók, pókok, nyalókából természetesen, amit utána nagy örömmel fogyasztanak. Tehát próbálunk egy kicsit szellemeskedni is, de készülnek nagyon szép virágok, szitakötők, papírból, illetve nagyon szép ajtódíszek, őszi dekorációk. A rendezvény nem csak szórakoztató, hanem közösségformáló élmény is volt, amely erősítette a családok közötti kapcsolatokat.